Na, hello, szia mindenki! Jelentkezem nektek ma egy nyereményjátékkal. Biztosan hallottatok már, rengeteg ilyen van az interneten, hogy töltsd fel ezt a kódot, nyerjél ezt, nyerjél azt. Hát mi is játszunk egy ilyen játékkal, ez pedig az Egyél Mogyit-nak a nyereményjátéka lenne. Arra gondoltam, hogy én így a kamerában, illetve a kamerán keresztül fogom feltölteni most ezt a 4 darab kódot, ami nálam van. Nem lehessen, megjegyzem, hogy nálunk egy kicsit fogy a mogyi, úgyhogy van már egy pár darab kódunk feltöltve. Elárulok egy titkot, nem nyertünk semmit. Tehát, hogy ez annyira brutális szinten népbutítás, hogy nyerj ezt, meg nyerj azt, meg nyerjem azt. Nagyon-nagyon durván nem nyersz semmit vele, de az érzés mégis úgy megvan az emberben, hogy megvan a lehetősége, hisz ugye miért ne lehetne. Mindjárt meg fogom nektek mutatni itt magát a weboldalt, egyébként tök igényesen meg van csinálva ugye a Mogyinak a hivatalos ilyen nyereményjátékos weboldala. A fődíj az ugye 1 millió forint, azon kívül lehet nyerni Samsung Galaxy S6 telefont, abból 10 darabot sorsolnak ki, 10 darabot sorsolnak ki egy Samsung Full HD Smart TV-ből, 10 darabot sorsolnak ki egy Samsung Galaxy Tab S8.4-ből, és 100 darab Mogyi termékcsomag, ami még itt gazdára található. Itt a promócióban gyakorlatilag minden Mogyi által forgalmazott termék részt vesz, illetve külön lehet még kétfajta játékot indítani. Az egyiknek az a lényege, hogy duplázd a nyereményeidet, majd láthatjátok én is, hogyha belemegyek a profilomba, akkor azt mutatja, hogy 22 kód van feltöltve, ami nem igaz, mert összesen 11 darab van, viszont ugye mivel dupláztam az esélyeimet, ezért ezt ő 22 kódnak veszi. Nem tudom, hogy ez pontosan mit akar, azt hiszem, hogy van még egyfajta sorsolás, amiben így részt vehetek ezekkel a kódokkal. Mondom még egyszer, nem nyertünk eddig, szerintem ezzel a 4-gyel sem fogok, de mégis benne van az emberben ez a gyermeki játékosság, hogy de próbáljuk meg. December 31-ig van ez a játék, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy nyerünk-e valamit, meglátjuk. Minden esetre most úgy gondolom, hogy egy picit így beavatlak titeket ebbe, és veletek együtt fogom ezeket a kódokat feltölteni, hát lássuk, hogy mi lesz a végeredmény. Azt kell mondjam, hogy 4-0, ami azt jelenti, hogy tehát ugye ez 4-0, amint láthatjuk, 4-ből 4 sikertelen volt, illetve hát akkor, ha most már úgy vesszük, akkor 15-ből 15 sikertelen volt, ez azért egy elég szép arány. Én úgy gondolom, hogy 31-ig azért pár ilyen magyis terméket mi még meg fogunk enni, de nem látom annyira nagy valószínűségét annak, hogy mi nyerjünk is ezzel. Minden esetre megpróbáljuk. Tehát most jelenleg van feltöltve, itt van egy ilyen fül, hogy nyertesek, lehet, hogy meg kéne nézni ott a nevem. Azt állítja azért, hogy itt vannak így nyertesek. Hát a franc se tudja, lehet, hogy tényleg megnyerték ezek az emberek. Aztán lehet, hogy nem. Én legalábbis értesítést arról nem kaptam, hogy nyertem volna, úgyhogy nem hiszem, hogy nyertem. Minden esetre 31-ig azért még van időnk. Megpróbálkozom vele, hát ha nyerek valamit. Legközelebb azért úgy hozlak titeket is. Hát 30 kódot töltöttél föl, legalábbis itt ezt írja, ugye duplázva van az esélyem.
azért abból már mondjuk, hogy valami úgy dukálna. Tehát ha más nem, egy legalább egy mogyi csomagot nyernék. Tehát hogy nem hiszem el, hogy ezt nem látják, hogy itt mi zapáljuk két pofára, ezt is nem kapunk belőle semmit, úgymond. Tehát pedig azért ez egész jól néz ki szerintem. Na mindegy, szóval érdekes ez abszolút, hogy közben tartom a kamerát, mert a lába egy kicsit megsérült, úgyhogy nem tudom hova letenni, maximum rá tudnám ragasztani így a laptopra, vagy valamire, az mindig elég problémás lenne. Szóval nagyon durva, hogy az emberek hogy bedőlnek az ilyen népbutításoknak. Egy csomót gondolkodtam rá, hogy mennyi fajta nyereményjáték van, és van rá vevő, nagyon-nagyon sok vevő van rá, ami nem feltétlen baj, mert az embereknek ugye a reményt meg kell adni, és ugye a remény nagyon fontos dolog, hogy elhiszed, hogy tényleg nyerhetsz valamit, és nem is feltétlen a tárgyi ajándék, ami miatt én is így játszom, hanem az izgalom, hogy mit éreznék akkor, ha megnyernék ha csak egy csomag mogyit pluszba. Volt a Horlaki, azt hiszem a Horlakinak is volt ilyen kódfeltöltős nyereményjátéka. Ott is lehetett mindenféle cuccot nyerni, de ott volt egy olyan lehetőség, hogyha kinyitottad, akkor volt benne egy matrica, hogy terméket nyertél. Ami azt jelenti, hogy bemész a boltba, és kapsz egy másik ugyanilyen nápolyt. Én nekem már az is tök jó érzés lett volna, hogyha nyerek egy másik nápolyt, ami 100 forintos tétel. Tehát nem is arról van szó, hogy most én azért játszok, mert mindenképp a tévét akarom megnyerni, hanem maga az élmény, így ami egy kicsit így vonz ebben a játékban. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy nyerek-e bármit. Ha nyerek valamit, azt mindenképpen megosztom veletek. De elég érdekes, hogy az emberek hogy be tudnak ennek dőlni. Na mindegy. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit így játszottatok velem. Ez így most egy ilyen kis rövid videócska. Aztán remélem legközelebb már úgy tudok bejelentkezni, hogy nyertem egy, mit is akarok nyerni, mire szorítsatok nekem, egy letévét. Na, akkor sziasztok!